A Nyíregyházi Állatpark egyik közkedvelt látványossága a madár bemutató. A látogatók körében nagyon népszerű, mindig megtelnek a padok érdeklődőkkel, ami nem is csoda. A park trénerei hihetetlen trükkökre tanították be a tollasokat. A méretes szárnyasok csőrükkel szántják a bemutató asztalát, pörögnek, forognak, táncolnak, bámulatos érzékük van a játékhoz. Idén már a legifjabbak, a 4 éve a parkban kikelt mexikói katonaara Katika, és Harley, a harlekinara is főszereplőként debütált a bemutatóban. És a show újdonsága még, hogy Morgó, a park idősebb zöldszárnyú arája, már kézjelre akár be is mutatkozik. Szia, Morgó! Aló! Jó! Hello. Az idei bemutató egyik nagy szenzációja, hogy a zöldszárnyú aránk Morgó megtanult hangot utánozni. Ez tavaly még egyelőre nem szerepelt a bemutatóban. Ez teljesen véletlenül jött, hiszen Morgó annyiszor hallja a hangunkat, hogy egy-egy szót megtanult utánozni. Ezt meghallottuk tőle, adtunk érte sok-sok finomságot, utána adtunk hozzá egy jelet, és most már akkor is mondja, hogyha mi kérjük. Mi a neved? Morgó. Jó. Az arapapagájok ügyességüknek és impozáns megjelenésüknek köszönhetően világszerte a papagájsók legnagyobb sztárjai. Az ara ugyanis az állatvilág egyik legjobban idomítható faja, nem csak sokszínű, de sokoldalú is. A madarakkal úgynevezett pozitív megerősítéssel dolgoznak az oktatók, azaz mogyoróval és szotyolával jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. A már meglévő feladatok gyakorlása mellett folyamatosan új trükköket is tanulnak. Egy bonyolultabb sóelem betanítása akár hetekig is eltarthat. Az állatok számára ez egyáltalán nem megerőltető, ők a bemutatót nem munkának, hanem játéknak és szórakozásnak élik meg.